Megéri vállalkozni. 3-6 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak azok a fiatalok, akik vállalkozási ötlettel rendelkeznek, viszont saját vállalkozásuk még nincs. Telített a diákmunka, akár bruttó 1000-1500 forintos órabért is kaphatnak a fiatalok. A cégek az időszakos vagy már állandósult munkaerőhiányt pótolják diákokkal. Tanévértékelő, a feladatellátás megváltozott rendszeréről és a nyári felújítási munkákról is szóltak a Kisvárdai Tankerületi Központ sajtóbeszélgetésén. Magyarország kedvező Európai Uniós országnak számít a fiatal vállalkozókat tekintve, nyilatkozta televíziónknak a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Hazánkban 3-6 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak azok, akik vállalkozási ötlettel rendelkeznek, viszont saját vállalkozásuk még nincs. Kovács Patrik szerint azért is lenne fontos fellendíteni a vállalkozói kedvet, mert 5 éven belül elveszíthetjük a magyar KKV-k egyharmadát. Az előregedő társadalomban az egyik probléma a generációváltás. Sok esetben nincs kinek továbbadni a cégeket, ugyanis a fiatalokban nincs meg a vállalkozói kedv, nyilatkozta televíziónak a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. A KSH legutóbbi adatai szerint a fiatalok mindössze 3,7%-a vezet valamilyen vállalkozást, ez a szám mindössze 87.700 fő. Az utánpótlás pedig fontos lenne a KKV-k tekintetében. A vállalkozások aktív részei egy kisvárosnak, egy falunak, egy megyének, egy országnak, egy térségnek, hiszen egy PÉK, egy reklámügynökség, egy pályázati íróiroda, az ott van a mindennapokban. És nagyon fontos, hogy minél több fiatal vállalkozó van Magyarországon, hiszen elveszthetjük a kis és közepes vállalkozásoknak körülbelül az egyharmadát a következő 5 évben, mivel Magyarországon nagyon sok vállalkozás indult a rendszerváltás környékén, és ezeknek a vállalkozásoknak a tulajdonosai most már nyugdíjkorhatár köré érnek. 2014-ben az összes új magyarországi vállalkozás több mint 4%-ában segített a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége. Nem csak az anyagiakban tudnak segíteni, a mentorálást is igénybe vehetik az új vállalkozók. Ez egy felkészítésből és az üzleti tervek kialakításának segítéséből áll. Magyarország kedvező Európai Uniós országnak számít, mivel hazánkban visszanemtérítendő támogatásokat is igényelhetnek a fiatal vállalkozók. A GINOP 522 program, vagy például azok a programok, amelyek most alakulnak, azokban 3-6 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphatnak azok a fiatalok, akik vállalkozási ötlettel rendelkeznek, de még nincsen saját vállalkozásuk. A FIVOSZ pedig abban tud segíteni, hogy azok a fiatalok, akik már vállalkoznak, vagy most szeretnének vállalkozni, biztos lábakkal tudjanak elindulni, vagy fejlődni. Mi azok a fiatalok vagyunk, akik egymás segítve szeretnénk sikeresek lenni, és az ifjúsági vállalkozás fejlesztés az most már egy új területe lett magának a vállalkozás fejlesztésnek, hiszen nagyon fontos, hogy a fiatalokkal, a fiatalok nyelvén beszéljünk, és olyan eszközökkel, olyan lehetőségekkel tudjuk egymást segíteni a fejlődésben, amelyekre valóban szükségünk van. A fiatalok csekély vállalkozási kedvét azzal is próbálják javítani, hogy a pályázati korhatárt 30 éves korig emelték. Akár bruttó 1000-1500 forintos órabért is kaphatnak diák munkában a fiatalok. A cégek az időszakos vagy már állandósult munkaerőhiányt pótolják diákokkal. Ebben a szezonban csúcson jár a diák munka, mondták el a Melódiák nyíregyházi irodájában, amelyen keresztül a diák munkára regisztrált 700 fő 90%-a dolgozik. Folyamatosan nagy a forgalom ennél a diák szövetkezetnél és munkaerő közvetítő cégnél itt Nyíregyházán, de már csak regisztrációt tudnak elfogadni a Melódiák beléptetni, már nem tudja az új érdeklődőket, mert jelenleg is a náluk regisztrált 700 diák 90%-a dolgozik valahol szezonálisan. Ők 16 és 18 év felettiek. Csak érvényes diákigazolvánnyal és eredeti példányú iskolalátogatási igazolással lehet regisztrálni, majd munkát vállalni. A cégeknél egyre több diák dolgozik, az egyrészt egyre súlyosbodó munkaerőhiány miatt, másrészt egyes helyeken a nyári szabadságolások ideje alatt vesznek fel több diák munkást. A cégek megkeresnek bennünket a nyári szabadságolás idején egyre többen, pont azért, hogy saját dolgozóikat, szabadságot ki tudják adni, ők is el tudjanak menni nyáron nyaralni, diák munkával helyettesítik. Vannak olyan feladatok, folyamatok a termelésben, amit diákok is el tudnak végezni, és ilyenkor keresnek meg bennünket, hogy tudunk-e nekik ebben segíteni, természetesen tudunk.
Az idegenforgalomban már nyitás előtt keresik a diákmunkásokat. Nyíregyházán is, a vendéglátóhelyeken, a strandok, büfék, de például az állatkórházban is dolgozhatnak. A törvény előírja, hogy minimum 733 forint bruttó órabért kell adniuk a foglalkoztatóknak diákmunkáért, amiből adózás után 623 forint marad a diáknál, de akár 1000-1500 forintos bruttó órabért is kaphatnak a szezonális munkavégzés ideje alatt. A munkaviszony létrejöttét be kell jelenteni az adóhatósághoz, ragaszkodni kell az írásos munkaszerződéshez, a szerzett jövedelem pedig adóköteles. A diákmunka is adóköteles jövedelem, ebből a szempontból nincs különbség a rendes munkavállalás, illetve a diákmunka között. Ezt is 15%-os személyjövedelem adó terheli, amit a munkaadó von le a bérből, a bruttó bérből. Természetesen ezt meg is kell fizetni a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé, és ezt ellenőrizzük is. A diákmunkával kapcsolatos foglalkoztatásnál egyébként ellenőrizzük még azt is, hogy a diákokat szabályszerűen jelentik-e be a munkaadók, illetve szabályszerűen foglalkoztatják-e, valamint a minimálbért megkapják-e a napi 8 órás munkavégzésükért. A diákok egyszerűsített foglalkoztatásban is dolgozhatnak, ehhez nem kötelező az írásba foglalt szerződés. Fontos, hogy a diákok 16 éves kortól csak szülői engedéllyel dolgozhatnak a szünidőben. Közel 14 ezer gyerek oktatásáért felel a kisvárdai tankerületi központ, ahol az elmúlt tanévet értékelő beszélgetésre várták szerdán a sajtóképviselőit. Az eseményen elhangzott, megváltozott a feladatellátás rendszere. Az intézmények immár önálló költségvetési szervként működhetnek, az iskolákban pedig elkezdődtek a nyári felújítási, karbantartási munkák is. A 89 feladatellátási helyen rendelkező kisvárdai tankerületi központ csaknem 14 ezer gyerek oktatásáért felelős. A tavalyi tanév legnagyobb változása a tankerületi központok rendszerének 2017 évelei elindulása volt, amelyek a Glebersberg intézmény fenntartó központ helyett jöttek létre. A tankerületi igazgató szerint az intézmények feladatellátása szempontjából mindenképpen pozitív változás jelentett. Az intézményekhez közelebb kerültek a feladatok, ők saját hatáskörben nagyon sok mindenről dönthettek, és nagyon pozitív még az, hogy az együttműködésünk az teljesen jól értékelhető, illetve amit ki szeretnénk még emelni, az, hogy önálló költségvetési szervettünk. Az intézményeknek van költségvetésük, és ezzel ők saját maguk gazdálkodhatnak. Az eseményen elhangzott, a tankerület megkezdte az intézmények nyári karbantartását, amelyre összesen körülbelül 35 millió forintot fordítanak. A felmérések megtörténtek, megvásároltuk az intézmények részére azokat az anyagokat, amelyeket kértek. Itt ugye beszélünk a WC-k, mosdók felújításáról, az életveszélyes balesetveszélyeknek az elhárításáról. Nagyobb részt az intézményeknek a karbantartói meg tudják tenni ezeket a feladatoknak az elvégzését, de nagyon sok segítséget kapunk az önkormányzatoktól. Az évértékelőn elhangzott, a Bessenyei György Gimnázium eredményes tanévet zárt. Hamarosan elindul egy 106 ezer euró értékű pályázat a szlovákiai Király Helmec gimnáziumával, valamint a diákok tanulmányi eredményei is kimagaslóak lettek. A iskola tanulmányi átlaga tovább növekedett, a érettségi vizsgáknak az átlaga elért a 4,35 század eredményt, átlageredményt, és az emelt szintű érettségvizsgák esetében is kiváló eredményről tudunk beszámolni, főleg a természettudományok területén. Ezen kívül az iskolánk innovatív jelzővel illetető nyugodtan lehet mondani. Ennek eredményeként a megyébe sajnos egyedüliként elnyertük a minősített tehetséggondozó műhely címet, ami 5 éven keresztül egy olyan feladatkört ad számunkra, ami lehetővé teszi, hogy elvégezzük a tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységünket, nem csak az iskolára tekintve, iskolai tanulókra vonatkoztatva, hanem a környékbeli általános iskolák tekintetében is, és erre kiemelt támogatást fogunk kapni. A rendezvényen szó esett a helyi fenntartói jó gyakorlatokról, és a nemrégiben létrehozott szakmai tanácsadói testület munkájáról is. Megkéselte volt élettársát és annak gyermekeit egy 32 éves férfi szerda hajnalban Tiszalökön. A nyomozás adatai szerint a férfi volt élettársa tiszalöki lakóházában késsel megsebesítette a 37 éves nőt, valamint az asszony gyermekeit, egy 13 éves fiút, valamint egy 15 éves és egy 18 éves lányt. Fehérvári Marietta, a megyei rendőrség sajtószóvivője az MTI-nek elmondta, a támadásban a 18 éves lány életveszélyes,
A 15 éves lány és a 37 éves asszony súlyos, a 13 éves fiú pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A gyanúsított Szentesi Zsolt körülbelül 170 cm magas, vékony testalkatú, fülei elállóak, haja barna, röviden nyírt. A bűncselekmény elkövetésekor kék nadrágot és piros pólót viselt. A megyei rendőrfőkapitányság emberölés kísérletének gyanúja miatt indított az ügyben nyomozást. A rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit, aki ellen elfogató parancsot bocsátottak ki. Újabb turisztikai szolgáltatók kötöttek megállapodást Nyíregyházán. A József András Múzeum és a Sóstó Gyógyfürdők ZRT egyessége szerint a létesítmények látogatói kedvezményes belépőjegyet válthatnak, ha az egyik helyre teljes áru belépőt vettek. A cél az, hogy a Sóstóra érkezők megismerjék a megye székhely és a megye múltját is. Olyan nyitott múzeum kialakítása a cél, amelyet főleg a fiatalok, de minden korosztály szívesen látogat, közölte Rémies Tibor múzeumigazgató. A József András Múzeum vezetője kiemelte, a Sóstóra nagy létszámban látogató vendégeket a megállapodásnak köszönhetően ezentúl sikerülhet majd becsologatni a múzeumba is. Az a tervem, az a vezérelvem, hogy nyitott múzeumot hozzunk létre. Tehát a nyitás ugye a turizmus felé történt meg, ráadásul már a múzeumok éjszakáján is olyan kiállításokat készítettünk, amelyik vonzó lehet a turisták számára is. Ugye arról már adtunk tájékoztatást, hogy a állatparkkal a múzeum már kötött egy ilyen szerződést, aminek az a lényege, hogy egymás jegyeit, ha bemutatjuk, akkor 10% kedvezménnyel lehet látogatni az intézményeket. Na most a Sóstó gyógyfürdővel ugyanezt megtettük. A múzeumban nem csak a magyar látogatókat várják, angol, orosz, szlovák és lengyel nyelven is biztosítanak tárlatvezetést. Évről évre nő a vendégek száma a strandon. A Sóstó gyógyfürdők ZRT vezérigazgatója azt is kiemelte, örömmel írták alá az egyességet, ezzel is segítve a múzeum és a városközpont népszerűsítését a turisták között. Turisztikai szolgáltatóként, ugyanúgy, mint a József András Múzeum, vagy éppen a Kállai Kúria, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT fontosnak tartja, hogy a vendégei számára olyan szolgáltatásokat nyújtson, ajánljon, amely szolgáltatások érdemesek arra, hogy egy ide érkező turista meglátogassa ezeket. Itt a városban lévő és a városban Sóstóról bejövő turisták számára ilyen szolgáltatást tud nyújtani a Kállai Kúria és a József András Múzeum. Ezzel, hogy kölcsönösen egymás vendégei számára 10%-os kedvezményt biztosítunk, ezzel tulajdonképpen csak elősegítjük azt a folyamatot, hogy egy hét vagy hosszabbít tartózkodás, egy gyógykúra esetében hosszabbít tartózkodásról is beszélhetünk, alatt kulturális programokkal is színesítse egy turista ez itt tartózkodásának az idejét. A 10%-os kedvezményt 5 napon belül lehet érvényesíteni a korábban váltott jegy felmutatásával. A családi csoportos belépőn kívül minden típusú jegyre beváltható a strandon. A város alpolgármestere a sajtótájékoztatón kiemelte, a Sóstó nagy mértékben fejlődik a turisztika, fontos azonban, hogy az ide látogatók a belvárosba is bejöjjenek. Hát, hogyha egyrészt jó kapcsolatot is ápolnak egymással, főleg akkor, hogyha vannak esetlegesen közös kulturális gyökerük, itt arra gondolok, hogy van egy fürdőkultúra, ami nem az elmúlt 10 évben alakult ki, hanem a római időktől kezdve az évig kísér az emberiségnek a történelmét. Itt van egy olyan múzeum intézmény hálózat, amely magának a városnak a kulturális dolgait őrzi. Mindig is az volt itt a baj, azt gondolom, hogy egy házán, hogy a Sóstóra látogatóknak a zöme nem jött be a városba, nem vette igénybe a szolgáltatást. És nem csak a múzeumokra gondolok, hanem az itt lévő nagyszámú kereskedelmi egységre is, kávézókra, éttermekre, boltokra. A kedvezmény a szerdai aláírás után életbe is lépett, így a látogatók ezentúl már érvényesíthetik a 10%-os engedményt. Jelentős gazdaságfejlesztési szempontból is fontos beruházást nem támogatott a Fidesz frakció a megyei közgyűlésben, mondta el Halmi József, a Szocialista Párt megyei alelnöke mai sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus arra utalt, hogy egy pályázattal a nyírbátori önkormányzat a Nyírbátor-Nagykároly határmenti térség közúti elérhetőségét javíthatta volna, de nem kapták meg ehhez a megyei közgyűlés támogató nyilatkozatát. Van olyan város, ami szálka a Fidesz szemében, jelentette ki a Szocialista Párt megyei alelnöke. Az ellenzéki oldalon támogatta, a többség az pedig tartózkodott, tehát nem merte vállalni a nemet. Ez sunyi politika, ezt már megszoktuk ebbe a fél évben a Fidesztől. Ez egy határon át
nyúló program, ami Nagy Károly Nyírmától M3-as autópályáig bizonyos útszakaszoknak a megépítése, felújítás. Ez román oldalon 5 egész valamennyi kilométer, magyar oldalon meg 6 és 9 kilométer között. Látjuk, hogy az Ófehértói feljáró vagy rácsatlakozás milyen rossz állapotban van. Nyírmától nyújtott be pályázatot, ehhez kellett volna egy megyei közülési támogatás, amit nem kapott meg, ezért valószínű, hogy ez a pályázat nem nyer. 60 gyerek részvételével megkezdődött a 17. nemzetközi közlekedésbiztonsági szaktábor Nyíregyházán. A szervező Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság és a megyei baleset megelőzési bizottság célja, hogy a közlekedés szabályait minél fiatalabb korban megismertessék a gyerekekkel. A táborban magyar, ukrán és román gyerekek nyaralnak. Rövid megnyitó és eligazítás után elindult a 17. nemzetközi közlekedésbiztonsági szaktábor Nyíregyházán. A 60 fős diákcsapatot a megye nevében Baracsi Endre közgyűlési alelnök köszöntötte. Az ide látogató gyerekek egy olyan képzést kapnak, egy olyan képzettségben részesülnek, amellett, hogy nyaralnak, pihennek és baráti kapcsolatokat kötnek egymással is, amellyel aztán biztonságosabban tudnak közlekedni, és ezt a saját közegükbe erősítve azt hiszem, hogy még magabiztosabbá válnak majd azon a területen, ahol éppen laknak. A másik pedig az, hogy valóban ez egy nemzetközi tábor, és ez külön jelentőséggel bír, hiszen egymástól is tudnak olyan tapasztalatokat szerezni, amely azt hiszem, hogy a való életben ez mindenképpen fontos lehet, és a másik pedig az, hogy itt azért közvetlenül találkozhatnak olyan gyerekekkel is, akik tényleg úgy gondolom, hogy rengeteg olyan pozitív tapasztalást vihetnek haza, amellyel ők is sokkal előrébb lesznek majd. 20 gyermek Romániából, Szatmár megyéből, 20 Ukrajnából, az ungvári Munkácsi és Csapi járásból, valamint 20 diák Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett a nemzetközi táborba. A tanulók 10-14 évesek, elsősorban az őket érintő szabályokat próbálják megismertetni velük. A legnagyobb veszélyt még mindig az jelenti, amiről nem tehetnek, hogy utasként ülnek gépjárműben. Itt nagyon fontos, hogy ők már azért életkorukból kifolyólag maguktól községbe biztonságért használják a biztonsági berendezéseket a gépjárműben. Nagyon fontos megemlítenünk a kerékpáros és gyalogos közlekedést, hiszen zömében ők így közlekednek. Kerékpára talán ritkábban, de gyalogosan mindenképpen, és nagyon fontos, hogy betartsák itt azokat a szabályokat, amit a KRESZ előír, hiszen még otthon sem jó balesetet szenvedné, nemhogy egy idegen országban. A résztvevő magyar gyermekek számára az egyhetes tábor jutalom egy korábbi közlekedésbiztonsági verseny nyertek meg. A határon túli diákok is nagy örömmel érkeztek. A román és ukrán rendőrök is jó kezdeményezésnek tartják a közös táborozást. Nagyon sok éven által együttműködött a román rendőrség a magyar rendőrséggel, és most az, hogy a gyerekek is találkozhatnak, és együtt tölthetik az egy hét vakációt, ez nekük is, és nekünk is nagyon fontos, mert tanulnak egyes mást. A résztvevők és a hatóság szakemberei egyaránt bíznak abban, hogy eredményes hetet zárnak majd a táborozó diákok. Új edzővel és 7 új játékossal kezdte el a felkészülést a Sinyői futballcsapat. A Fogarasi Zoltán által irányított együttes 7 edzőmeccset játszik a megyei első osztály rajtjáig. A Sinyői csapat célja, hogy harcban legyen a bajnoki címért. A legutóbbi szezont a 6. helyen zárta a megyei első osztályban a Sinyői futballcsapat, 7 ponttal elmaradva a 2. helyezett Nagyecsettől. A 2017-2018-as bajnokság előtt merészebb terveket dédelgetnek Sinyűn, ennek függvényében jelentős változások történtek a csapatnál. Ember Roland edző helyét Fogarasi Zoltán vette át, akinek munkáját játékos edzőként Fiumei Viktor, kapus edzőként Imrő László, masszőrként pedig Tasi Attila és Blaner Attila segíti. Olá Dávid, Madzin István és Jakocska Saba távozott, érkezett viszont 7 új játékos. Gagyi Sándort említeném elsőként, akit ugye Tiszalökről, vagy illetve Nagyhalánszól igazoltunk kapusposzton. Érkezett hozzánk a Barcsai Márk, Cigándról érkezett ugye hozzánk a Lakatos László, aki Nyírbátorból érkezett hozzánk. Akkor a Kállai Gábor ugye Balkányban szerepelt legutóbb, és ő is minket választott erre a szezonra. Ugyanakkor az érkezők listáját még növelte a
Marics Gábor, aki ugye Baktor Roland házáról érkezett hozzánk, a Fabó Márton legutóbb Tiszővárosban játszott, úgyhogy azt hiszem, hogy így vált teljessé, ugye, illetve hát nem utolsó sorban természetesen Fodor András, aki ugye az NB2-es Kisvárdáról igazolt hozzánk. A csengeri születésű, Nyíregyházán és a Puskás Akadémián nevelkedő Barcsai Márk a legutóbbi szezont az NB2-es Cigánnál töltötte. A 23 éves középpályás korábbi edzőjét követte Sínyűre. Elsősorban az volt a motiváló, hogy kitűzött céljaik voltak ugye a feljutásra. Cél a remek edzővel, ugye én dolgoztam már Fogarasi Zoltánnal, és én úgy gondolom, hogy ő is volt a döntésem alapja, hogy ide jöjjek Sényőre. A Sényő hét felkészülési meccset játszik az augusztus közepén esedékes bajnoki rajtig. Elsőként szombaton a Kótai ellenli pályára Fogarasi Zoltán együttese. Híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Magyarország kedvező Európai Uniós országnak számít a fiatal vállalkozókat tekintve, nyilatkozta televíziónknak a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Hazánkban 3-6 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak azok, akik vállalkozási ötlettel rendelkeznek, viszont saját vállalkozásuk még nincs. Kovács Patrik szerint azért is lenne fontos fellendíteni a vállalkozói kedvet, mert 5 éven belül elveszíthetjük a magyar KKV-k egyharmadát. Akár bruttó 1000-1500 forintos órabért is kaphatnak diákmunkában a fiatalok. A cégek az időszakos vagy már állandósult munkaerő hiányt pótolják diákokkal. Ebben a szezonban csúcson jár a diákmunka, mondták el a Meló Diák Nyíregyházi irodájában, amelyen keresztül a diákmunkára regisztrált 700 fő 90%-a dolgozik. Közel 14 ezer gyerek oktatásáért felel a Kisvárdai Tankerületi Központ, ahol az elmúlt tanévet értékelő beszélgetésre várták szerdán a sajtóképviselőit. Az eseményen elhangzott, megváltozott a feladatellátás rendszere, az intézmények immár önálló költségvetési szervként működhetnek, az iskolákban pedig elkezdődtek a nyári felújítási, karbantartási munkák is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 12-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap napos, szeles időre számíthatunk egy újabb, immár erős hidegfront mögött. Csütörtökön több fokkal hűvösebb levegő éri el a Kárpát-medencét. Az esti órákban erősen megnövekszik a felhőzet, és éjszaka többnyire borult lesz az ég. Eső, zápor, zivatar egyaránt várható. Az északnyugatira forduló szél hajnaltól megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyorsan csökken a felhőzet, délelőttől már csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg a napsütést. Számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Délutára 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás várható térségünkben. Egy rövid, nyugodt periódust követően péntek estétől ismét nedvesebb levegő éri el a térségünket, és a több-kevesebb napsütés mellett főként szombaton szorványosan zápor-zivatar is kialakulhat. Később a naposabb idő már huzamosabb ideig kitart, és csak kevés helyen hullhat csapadék. Vasárnapig 25 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, majd a jövő héten pár fokkal ismét melegszik a levegő.